Ma Tóth Zoltán kispesti elnökkel rendszeres sétáink egyikébe kaphatnak betekintést a kedves nézők, beszéljünk nyíltan a hajléktalan kérdésről és a rendőrségről. Budapesten, de tulajdonképpen minden nagyvárosban örökös megoldatlan probléma a hajléktalan kérdés. Akadnak, akik szolidaritást vállalva kínálják fel segítségüket, adományainkat, azonban ez ideiglenes megoldás, nem végleges. Látjuk a kőbányai és kispesti csoportokban, internetes csoportokban, és tapasztaljuk sétáink alkalmával is, hogy a lakosság fél a köki felüljárón keresztül menni, mert rendszeres a kábítószer vagy alkohol befolyásoltsága alatt álló kéregetők jelenléte. A tömegközlekedési eszközökön és vonalain szinte lehetetlen úgy eltölteni egy napot, hogy ne találkoznánk hajléktalanokkal, akik nem éppen virágillatot áradoztatnak magukból. A gyermekeket a szülők ma már nem merik leengedni egyedül a boltba, úgy, mint régen. A Mi Hazánk segítséget kínál a hajléktalanoknak, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba. Ugye tudni kell, hogy a hajléktalanoknál is két rétegről beszélhetünk. Az egyik az, amelyik valamilyen formában visszailleszhető a társadalomba, a másik pedig az, amelyik hát sajnálatos módon alkohol és drog vagy drog befolyásoltsága alatt áll, és leginkább velük van a probléma, ők azok, akik a közbiztonságot veszélyeztetik. Jó napot kívánok, uram! Üdvözlöm Önt! A Mi Hazánk mozgalomtól járjuk a környéket, Tóth Zoltán a kispesti elnök, és én Vékony Csongor a kőbányai elnök, és a hajléktalan kérdésre szeretnénk egy megoldást találni. Itt különböző típusú egyének vannak. Én 65 éve kőbányai vagyok, kőbányai lakos. Engem egy lakásmafia kitett a lakásomból. Pár éve itt vagyok, de önök az elsők, akik meghallgatnak. A börtönből szabadult ember, lehet az fiatal, idősebb, középkorú, akárki, nem tudja mit kezdeni. Ja, tudja mi? Amikor is pénzem van, megeszem és megiszom. Nem vagy alkoholista, nem vagy alkoholista. Csak én kívülök reggel, 8 órakor, pérök is magamnak, megeszem a kis szilibám, a kis örömet, elmegyek étkezdékbe, ilyen, adnak egy kis zsenévalót, és ott visszajövök, és készen a töltenet. Az egyik testvérem, hogy fejezem ki magam a kulturálisan, kisemmizett. De tulajdonképpen ez az én hibám, az enyém. Minden téren. Tudnál nekem abban segíteni arra válaszolni, hogy hogyan kerültél ebbe az élethelyzetbe? A saját magam. Saját magam hibája véget. Ott hagytam a jót. Milyen megoldás látsz, vagy hogyan szeretnél kijutni? Gondolom, nem akarsz 60-70 éves korodban is itt lenni. Hát, igazából már nem érdekel. Döntöttem. Van valamilyen iskolai végzettséged? Van, 8 általános. Mondtam bátya rögtön a sírodat. Drog. Drog? Hát mindenben igazából ez volt a probléma. Akkor te most is függő vagy? Igen. Volt egy ilyen szerelmi csalódásom aztán utána. Tudsz a kemény bátya, de mi kell bírni, az kész. A közbiztonságot meg kell teremteni. A lakosság általában a rendőrséget hibáztatja, azonban a rend pártján állva szeretnénk rávilágítani ebben a videóban pár alapvető hiányosságra, ami miatt a rendőrség jelenleg nem hibáztatható. Növelni szükséges a rendőrjárőrök fizetését. A kezdő rendőrjárőr 150-170 ezer forintos fizetést kap, és csak évek múltán emelkedhet maximum 200 körüli értékre. A 21. század követelményeinek megfelelő fegyvert kell biztosítani számukra, a sok esetben még mindig használatban lévő több mint 50 éves PA-63-as fegyvereik helyett. A jelenlegi magyar jogrendszert alapjaiban szükséges megváltoztatni a fegyver használatot illetőleg, hogy ne kelljen attól félni a rendőrnek, hogy használatot követően őt ítélik el bűnösként. Mindezzel az állomány növekedését tudjuk elősegíteni, a létszámhiány miatt átcsoportosítás problémáját ezzel megoldjuk, megfelelő létszám lesz minden kerületben, így nő az utcai jelenlét és ezáltal a közbiztonság is.